Szeretettel köszöntöm nézőimet, testvéreimet azon a vasárnap délelőtön, amely vasárnapnak a mellékneve Biblia vasárnap. Évről évre megemlékezünk egy ilyen őszi alkalommal arról, hogy Isten szava leírva, bekötve, befűzve ott állhat mindnyájunk asztalán, könyvespolcán, de még inkább a szívében. Isten jónak látta, hogy azokat a régi történeteket, proféciákat, eseményeket, ígéreteket és eljövendő dolgokat megírja, megőrizze és számunkra ismertté tegye, amelyek tulajdonképpen képezik a Biblia tartalmát. Így, hogy el ne feledkezzünk erről a drága kincsről, évről évre egy-egy vasárnapot annak szentelünk, hogy a Bibliára különleges módon emlékezzünk. Engedjétek meg, kedves nézőim, testvéreim, hogy mielőtt imádkoznánk, a Biblia különleges erejéről tegyek bizonyságot egy történet által, arról, hogyan tud hatni a Biblia valóságos módon az emberek életére. A történet címe a befalazott Biblia. A svájci Glarus városában 1861. május 10-én rettenetes tűzvész pusztított, amelyben a városnak csak nem 500 épülete, a temploma és sok minden más leégett teljesen. A kőművesek között, akik a leégett házakat felépítették, ott volt az észak-olaszországi származású Giovanni nevű kőműves is. Amikor a fal maradványokat bontotta le, hiszen a tetők már leégtek, egy ilyen fal bontásnál kibukott a falból egy Biblia. Egy különleges formájú és bizonyos sérüléseket tartalmazó Biblia, ami addig befalazva volt annak a háznak a falába. Csodálkozva vette magához, és gondolkodni kezdett, vajon hogy került ide a Biblia? Ki falaszta be, és miért falaszta be ezt a könyvet? De csodálkozása csak hamar igazából hasznos időtöltésé vált, hiszen elkezdte olvasni azt a Bibliát, amelynek valamikor már elkezdte az olvasását fiatal korában, de az egyháza nem látta jónak, hogy laikusok Bibliát olvassanak, ezért eltiltották tőle. Most azonban senki nem zavarta abban, hogy Isten igéje hatalmasan munkálkodjon Giovanni szívében, és olvassa újból és újból a legszebb történeteit a Bibliának. Giovanni megtért rövidesen, és új életében, ebben a megtért életben célul tűzte ki, hogy minél többeknek tudja eljutatni a Bibliát. Ezért aztán egy hatalmas bőröndel, amely teli volt Bibliákkal, faluról falura járt, vásárról vására, és hol a kapuban ajánlotta, árulta a Bibliáját, hol pedig a vásári asztalokon terítette ki, és adta tovább az érdeklődők számára a Bibliáját. Így történt egy svájci városkában is, ahol a vásárban egyszer csak megjelent egy ember, és gúnyolódva mutatott az asztalon kitett Bibliákra, azt mondta, nekem nincs szükségem Bibliára, csak el kell mennem Glarusba, ott befalasztam egy Bibliát. Heves vita alakult ki, eközött az ismeretlen kőműves, akinek a neve Antonio volt, és Giovanni között, aki megtalálta a befalazott Bibliát. Ez azonnal rájött, hogy az a kőműves áll előtte, akinek a befalazott Bibliáját megtalálta a leégett házban, és amely által ő hívővé lett. Az istentelen kőműves így gúnyolódott. Az ördög sem veszi ki onnan a Bibliát, ahová én elrejtettem. Amikor azonban Giovanni megmutatta neki azt a Bibliát, amit ott megtalált, és hogy hol találta meg ott Glarusban, és hogy általa lett hívővé, az istentelen Antóniónak elakadt a szava. Azonnal felismert a Bibliát a sajátos, különleges sérüléséről. Sohasem tartotta volna lehetségesnek, hogy valaki ezt a befalazott Bibliát még megtalálja. Ekkor Giovanni bizonyságot tett neki arról, hogyan örködött Isten az ő igéje felett, hogyan hozta újra a napvilágra a Bibliát, és lett általa ő, Giovanni, hívővé.
Antonia azonban még sokáig megmaradt istentelen életmódjában. Egyszer azután sok-sok évvel később, amikor magasról leesett az állványról ittas állapotában, kórházba került és sokáig feküdt ott ez a bizonyos istentelen kőműves Antonio. Giovanni gyakran meglátogatta és nagy szeretetet tanúsított iránta. Az istentelen Antonio pedig elkezdte olvasni a Bibliát már ott a kórházban. Hosszú idő múlva végre élő hitre jutott. Sérülése ugyan nem múlt el nyomtalanul, járásában biceget sántított, de örült, hogy Isten minden bűnét, istentelenségét megbocsátotta. Később, és itt van a történetnek a happy endje, később feleségül vette Giovanni lányát, és boldog házasságban és családban élt urának és Istenének, akit a Biblia befalazásával akart kigúnyolni, és aki elől így akart elmenekülni, akinek a szeretete azonban megtalálta őt. Igen, ma is hallunk istentelen emberekről, akik menekülnek Isten elől, az ő igéje elől, kigúnyolják, semmibe veszik, és egyre többen vannak ilyenek sajnos. Őket is utolér Isten szeretete, és ha hagyják, át is öleli. Az Isten szerető karja őket. Értek, most csendesedjünk el és imádkozzunk azért, hogy Isten igéje továbbra is győzelmesen működjen ebben a világban, és elérjen sokakat, akik most még távol vannak Istentől. Örökkévaló, aki szavadat lerögzítetted az emberek által, és megőriztetted a mai kor emberének is, hogy abból tanuljunk, abból erőt merítsünk, abból jövőképet alkossunk magunknak, abból tiszteletet, tisztességet, becsületet tanuljunk, hogy abból tudjuk meg, kicsoda az az Isten, aki teremtette ezt a világot. Köszönjük hát neked, Urunk, hogy így tervezted és tervedet végbe is vitted arra alkalmas emberek által, akiket elhívtál, hogy megőrizzék a te gondolataidat, szavaidat, parancsolataidat és törvényeidet. Köszönöm, Uram, az ilyen imént hallott történetekhez hasonló, talán sok más csodás történetet, amikor győztesként kerül elő a Biblia elrejtett falakból, vagy pincékből, vagy padlásokból, és folytatja útját diadalmasan az emberi szív meghódítására. Köszönöm, hogy ma is vannak olyanok, akik elkötelezetten hirdetik az igét, és ajánlják mások számára is annak gazdagságát és igazságát. És köszönöm, Uram, hogy szeretsz minket annyira, bűnös embereket, hogy nem engeded, hogy csak egy is elveszten közülünk, hanem mindenki számára felkínálod az üdvösség lehetőségét, amelynek útját a Bibliából tudjuk megérteni és megismerni. Áld meg, Urunk, ezt a napot, hogy a Bibliára gondolva a Szentírás drága üzenetét még inkább a szívünkbe zárva döntsünk úgy és határozzunk úgy, hogy ezután még kedvesebb lesz számunkra az ige, amit hagytál számunkra, hátrahagytál nekünk. Amen.
A Biblia vasárnap alkalmából a 19. Zsoltárnak egy részletét fogom felolvasni, a 8. verstől a 12. terjedő szakaszt. Hallgassuk meg, hogyan zeng a zsoltáros, hogyan újjong Isten ígéje fölött. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgáidat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Címét, alapját az imént felolvasott Zsoltár részből vettem, azt, ahogyan a Zsoltáros körülírja és megnevezi Isten igéjét, amikor a méznél édesebbnek tartja. Mi lehet édesebb, mint a méz? Teszem fel a sámsoni kérdéshez hasonlót, talán az Isten igéje egyedül azok számára, akik valóban vágynak utána. Hadd mondjam el egy elöljáróban azt a történetet, amely közismert, vagy pontosabban annak egy részletét, amely történet közismerté vált Sholem Aleichem nevű művésznéven szereplő író, Tóbiás a teljes emberről szóló regényének zenésített változatában, egy musicalben
Tóbiás a teljes ember, vagy Heged is a háztetőn címmel. Tóbiás egy közösséges, egyszerű falusi zsidó ember, aki sokat álmodozik arról, hogy milyen jó lenne, ha ő gazdag lenne, hiszen 5 lánya van, akiket ki kell stafírozni, férhez kell adni, és azért jó lenne gazdagnak maradni, hát erről álmodozik. A musical Betét dalának közismert szövege sokszor hallható ilyen vagy olyan formában, ha én gazdag lennék. Ez az álmodozás szólal meg tehát a közismert darabban, zeneszámban, és talán feltehetnénk a kérdést magunknak, hogy mire vágynánk, hiszen sokan elmondanák ezt, hogy ha én gazdag lennék, mire vágynék? Mire vágyik a gazdag ember, vagy az ember egyáltalában? Az, hogy gazdag legyen, hogy előkelő legyen, hogy nagy háza legyen, hogy ne kelljen dolgoznia. Nos, mindezt ő is szerette volna, Tóbiás, de Tóbiás ennél többet is szeretett volna. Volt egy különleges, szokatlan vágya, sajnos ez a slágerben, ami sokszor felhangzik, tehát rádióban, televízióban, vagy más helyeken, nem, én még nem hallottam legalábbis. Így folytatódik a vágya, ha én gazdag lennék. Ha én gazdag lennék, lenne időm arra, hogy a zsinagógában üljek és imádkozzak. És talán a keleti falnál is lenne helyem. Órákon át beszélgetnék a szent könyvekről tanult emberekkel. Az lenne a legédesebb dolog, mely kell nekem. Hát nagy kérdés, hogy ha valaki eljut odáig, hogy gazdagságában már nincs szüksége arra sem, hogy dolgozzon, mindene megvan, és valóban szabadsága volna arra, hogy csak a lelkére gondoljon, vajon valóban meg tud-e állni az ember gazdagságában, hogy ne még nagyobb gazdagságot kívánjon, és ne afele dolgozzon, hogy gyűljön még több pénze, hanem valóban azzal töltené, mint Tóbiás is, hogy elmenni a zsinagógába. És a keleti falnál, vagy a sírató falnál, ahogy mi ismerjük jobban, vitatkozna a Szentírás tudósaival, beszélgetne a Szentírásról, mert egyéb dolga már úgy se lenne, hiszen gazdag lett. Vajon így tennénk? Vajon így tennél, kedves nézőm, hallgatom? Ha meg lenne az a csodálatos reménység, beteljesedés, hogy annyira gazdag vagy, hogy már semmit nem kell tegyél. Valóban érdekelne annyira az Isten igéje, hogy nap mint nap abból éljél, azzal táplálja a lelkedet? A zsidó gondolkodás nagyon érdekes és nagyon ötletes. A gyermekekkel tanítatják a Tórát. Már fiatal korban, ugye a bibliai időkben is, hamarosan, már 6 évesen elkezdték a tanítást, és 12 éves korára a fiúknak legalábbis egyféle vizsgát kellett tenniük a férfivá válás, a bar micva alkalmából. Eközben viszont keményen kellett tanulni a törvény szövegét. És mit találtak ki a zsidó pedagógusok? Egyféle asszociációt, egy kellemes asszociációt keltve, mielőtt tanulni kezdték a Tórát, a gyereknek adtak egy kanál mézet. A mézből, a méz, amely nagyon drága volt akkor, és egy kanállal igazán nagy dolog volt kapni egy kisgyereknek, de annál édesebb volt, annál finomabb, mert ritka volt, és ritkán lehetett hozzájutni. Ezáltal a rákövetkező Tóra tanulás sokkal kellemesebb élmény volt, hiszen társult a finom méz ízével a Tóra maga. Emlékezzünk csak arra, vagy hallgassuk meg, hogy is mondja a 119. Zsoltár 103. verse. Milyen édesek innyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Itt látjuk tehát ezt az összehasonlítást, amikor a méz jut eszébe a Zsoltár írónak, de az Isten igéjét még annál is édesebbnek és finomabbnak tartja. Sőt, hogyha ennél a gondolatnál maradunk, az alapígénk, érdemes meghallgatni újból ezt a néhány igeverset, ugyanígy előhozza ezt a valószínűleg sokak számára, akik ezt átérték, sokak számára ismerős asszociációt. Először is elnevezi az Úrnak törvényét nagyon sokféle módon, ezt majd szeretnék ide visszatérni, de azt mondja a 11. vers, az Isten szava, igéje, törvénye, kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, a színméznél is. Bizonyára
nem gondoltunk arra, hogy ez konkrétan így is volt. A zsidó gyermekek mézet kaptak, mikor a Tóra tanulás következett. És így valóban felnőtt korban, akár Zsoltár írás közben is eszébe jutott. Isten igéje olyan, mint az édes méz, a színméz, de még annál is édesebb. És átugrottam azt a részt, most felolvasom, amely ezt az édességet olyan sok színűen írja le. Így olvasok, hogy az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. És végül az Úrnak ítéletei megváltoztathatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Figyeltük, mennyi sok szinonímája, mennyi sok hasonló kifejezéssel operál itt a Zsoltáros, amikor Isten igéjét írja körül. Törvény, parancsolat, rendelés, félelem, azaz tisztelet az Isten igéjére. Ennyi sok szinonímát, és még egy párat felsorol, mert egyrészt olyan jól ismeri az igét, bizonyára Zsoltáros, másrészt pedig valóban ennyi sok színe van Isten igéjének. Törvény, kemény törvény, meg parancsolat, ami szinte ugyanaz, aztán rendelés, és akkor tiszteletadás, és ítélet. Mindez benne van az Isten igéjében. Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne egyszer elgondolkodni, vajon számodra is van-e ennyire fontos, és van-e ennyire sokszínű az Isten igéje, mert csak az olvasása által és a megismerése által juthat el az ember olyan mélységekbe, ahol már megkülönbözteti az ige üzenetének ilyen vagy olyan voltát, és értékelni kezdi akárcsak az édes mézet. Lakmározni Isten igéjéből, gyönyörködni benne, ez a legtöbb, a legszebb és a legboldogabb dolog a hívő ember életében. Éljünk hát vele, és hogy tetszik, előtte egy kis kanálmézzel édesítsük meg a szánkot. Másodszorra az Szentírás éhezéséről szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy ha jobban éhezünk, vagy minden jobban éhezünk valamit, annál inkább kívánatosabb számunkra, és egy pár napi koplalás után, vagy szükség koplalás után az ember még azt a főzeléket is megeszi, amire egyébként rá sem nézett volna. Valahogy így van az igével is, de talán fordítva. Minél többet olvas az ember, annál kívánatosabbá válik. Nem koplalni kell az igét, hanem olvasni. Egyébként Ámosz proféta könyvében olvashatjuk azt a jól ismert szakaszt, vagy azt a jól ismert igeverset, amely szerint lesznek napok, azt mondja az Úristen, éhséget bocsájtok a földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Itt most a kimondott, a beszélt igéről van szó, Isten igéje, a Biblia ugyan írott ige, de megszólalásakor a beszéddel tudjuk hallhatóvá tenni. Tehát érvényes ide is. A legjobb szakács az éhség, ismerjük ezt a mondást, és én valóban ezt úgy tapasztaltam meg, amikor a haza szolgálatában tengerit törtem, valahol messze a Duna-deltában, 3 hónapig nem lehetett semmilyen segédeszköz nálam, az addig rejtegetett kis zseb újszövetséget sem, hiszen állandóan ellenőriztek minket, így hát csak az a néhány papírfecni, amire felírtam egy pár igeverset és énekszöveget, ezek voltak a lelki táplálékaim. De nagyon vágytam már arra, hogy visszamenjünk, és hát mert megtehettem, saját városomban voltam, aztán katona, kimenni a gyülekezetben, részt venni az Isten tiszteleten. Ó, mennyire tudtam akkor élvezni 3 hónapig kényszerszünet után. Tudjátok, sokszor elgondolom, hogy mennyire vissza tud fogni bennünket abból, hogy élvezzük az Isten tiszteleteket, az Isten tiszteletekkel felolvasott ígét vagy igehirdetéseket, hiszen olyan könnyű elérni. Csak felkapok valamit magamra, és hát 10 perc, 15 perc, vagy legfeljebb fél óra a nagyobb városokban, és már ott is vagyok.
Ezzel szemben az afrikai keresztényekről olvasva hallottam, hogy van olyan, hogy 4 órát gyalogolnak, hajnalok hajnalán elindulnak, hogy elérkezzenek az Isten tiszteletre, és viszik magukkal a nagy családi Bibliát, mert nem mindig van mindenkinek saját kis zsebbe való Bibliája, régebben legalábbis még telefonos Bibliája sem. Tehát mondhatni, 2 terhelés alatt voltak, cipelték a nagy Bibliát, és hosszú kilométereket órákon át keresztül gyalogoltak, hogy elérkezzenek az Isten tiszteletre, hogy hallgathassák az Isten igéinek hirdetését és tanítását. Annak idején a bibliai időben, az Ószövetségben az Isten törvénye elveszett, a Tóra. Az, amit Mózesen keresztül élet és hit szabályokként Isten meghagyott, hátrahagyott az emberek számára. Gondatlanságból, figyelmetlenségből, érdektelenségből lehetne sorolni, miért, mennyi mindenért maradt el, vagy veszett el, ami hihetetlennek tűnik, de mégis így volt. És ebben a nagy éhségben, az igének, ennek a nagy hiányában történik meg a csoda Jósiás király idejében, amikor megtalálják az Isten igéjét. Íme 2 ige szakasz a Királyok második könyvéből. A templom javítása közben egyszer csak így szólt Hilkijá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úr házában, és odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Kicsit később pedig. Ezután fölment a király az úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja nagyja, és felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Hosszú évekig, évtizedekig nem volt igeolvasás, törvényolvasás a templom udvaron a nép számára. És most, mikor megtalálja Hilkijá és elmegy a kancellárhoz, Sáfánhoz, az pedig továbbítja a király felé. A király, az istenfélő Jósiás pedig nagyra értékeli ezt a találmányt, ezt a megtalált igét. Összehívja az egész népet, papokat, lévitákat, kicsiket, nagyokat, jeruzsálemieket és az országból különböző területeiről. És ott állnak napestig és hallgatják az Isten igéjét. Csodálatos érzés. Amikor úgy kiéhezik az ember, hogy megtesz hosszú kilométert, fáradtságos utat, és ott áll a tűző napon, ahogy az Izrael népe tette akkor, és hallgatja az igét, az elveszett igét, sőt, rádöbbenve arra, hogy mennyire eltértek az igazságtól, rettenetes sírásba kezdenek, hogy úgy kell vigasztalni őket. Nos, az Isten igének éhsége, nem is tudom, én nem kívánom senkinek, hogy éhezze Isten igéjét. Inkább azt, hogy lapjon vele jól, és amikor valaminek az ízét megéreztük, megszerettük, akkor annál többet fogunk kívánni, vágyni rá. Hadd mondjak egy történetet, egy igazi gyermekszáj történetet, amikor a vendég lelkipásztor hazamegy a vendéglátó családhoz, és míg készül az ebéd, beszélget a gyermekkel, a család gyermekével, és megkérdezi tőle, hogy melyik íráson gondolkodtál ma, kislányom? Nem tudom a választ, a történet ennyi, melyik íráson gondolkoztál ma. De ez igazából nem annak a kislánynak szól, vagy nem annak a családnak, hanem neked, kedves hallgatóm, melyik íráson gondolkoztál ma? Talán éppen vasárnap reggel? Vagy tegnap? Vagy melyiken fogsz holnap gondolkodni? Van-e annyira fontos az Isten igéje számodra, mint a reggeli, az ebéd vagy a vacsora, ami azért nem igen szokott elmaradni, és el tudod mondani, mit reggeliztél, de hogy mivel tartottad jól a lelkedet? Ha valaki rákérdezne, hogy melyik írásra gondolkodtál ma, tudnál-e válaszolni? Eszembe jut az, hogy nekünk embereknek, hát talán itt a kelet-európaiaknak inkább így mondanám, jó vagy rossz szokásunk a nassolás. Ugye 2 étkezés közötti pár falat, édesség, mi egymás magunkhoz vétele. Úgy elképzeltem a lelki nassolást, amikor a reggeli és az esti ige között, vagy 2 Isten tisztelet között vasárnap, vagy valamilyen más alkalmakat, bármit lehet itt számotásba venni, nassolna az ember lelki nassolással, még 1-2 ígét úgy elcsöpögtetne a szívébe, még kóstolgatná, ízlelgetné,
hogy gazdagodjon az ő lelke, és hízzon az ő lelke. Hát csodálatos dolog lehet. Amikor valaki a méznél édesebbnek tartja az Isten igéjét, szívesen lassul belőle, nem csak a fő étkezésekkor használja azt. Az eredmény minden esetre az lenne, amire Isten igéje vágyik, hogy ne a kőtáblára, hanem a szívünk hústáblájára legyen felírva az ő igéje. Még egy történetet engedjetek meg, a hívő nagypapa hazaérkezik a gyermekéhez, unokájához, és amikor belép, az édesanyja már is kiált az unokának: megjött nagypapa! Mire a gyermekszobából egy álmos hang megszólal, hogy akkor most hozom a Bibliámat. Mert hogy meg volt szokva, hogy amikor jön a papa, a bibliás nagypapa, akkor elővesszük a Bibliát, olvasunk belőle, történeteket ismerjük meg. És a gyermek első asszociációja a nagypapájával kapcsolatosan az volt, hogy ha megjött a nagypapa, akkor most hozzam a Bibliámat. Mert hogy ez következik, a gyermek tudja. Kedves nagypapák, nagymamák, meg szülők, vajon a gyermekünk mire asszociál? Olykor-olykor. Vegyük elő a Bibliát? Megjött apa, hazajött a munkából? Megjött nagypapa a távoli faluból? Elgondolkodható. Mit adunk családunknak? Mit hagyunk hátra? Milyen értéket? Mert lehet örökséget adni, kicsit, nagyot, házat, autót, de az Isten igéje szeretetének igazi örökségét kiadja hát az utána jövő nemzedéknek. Végül arról szeretnék szólni, hogy a Biblia megváltoztathatja az életünket. Két idézettel szeretném zárni gondolataimat. Először is ott van a Bibliának, bocsánat, ez a harmadik idézet, a Biblia drága szava a Timóteusnak írott második levélben, Pál apostol leírja, körülírja, megfogalmazza, mi is az Isten igéje. Azt olvasjuk, hogy az Isten igéje az teljes mindenre alkalmas, fedésre, jobbításra, tanításra, nem idézem az egészet. Valóban ez így van. Bölcsé tesz, növeli a hitünket, és megtanít a bűnbánat szükségességére. J.F. Packer, egy amerikai hittudós, vagy evangéliumi író talán, így nevezhetném, a következőket írja. A megértett ige megváltoztatja a hozzáállást és a viselkedést. Az evangélium tanainak tanulmányozása gyorsabban javít a viselkedésen, mint amennyire a viselkedés tanulmányozása javít a viselkedésen. Vagyis a Biblia olvasása több változást és hamarabb tud változást hozni az ember életében, mint amikor szakkönyveket olvasunk, például a viselkedés tanulmányozásáról szóló szakkönyvet. Tovább kell azt tanulmányozni, hogy a viselkedésünk megváltozzon, mint hogyha az Isten igéjét olvassuk, annak ereje, szellemi hatóereje, sugara, az képes hamarabb változást hozni az életünkbe. Erre mondta tehát az imént Pál apostol, hogy a Biblia bölcsé tesz, növeli a hitünket és megtanít a bűnbánat szükségére. A másik idézet pedig Corrie ten Boom-tól, talán emlékezünk erre a holland származású hölgyre, aki sokat szenvedett az ő hitéért a II. Világháborús időszakban, ezt írja. Számunkra, és most fogságban levő emberekről van szó, számunkra reggeltől lámpaoltásig, amikor nem kellett összegyűlnünk népsorolvasásra, a Biblia jelentette a segítség és a remény egyre kiszélesedő körének központját. A lobogó tűz köré sereglő árvákhoz hasonlóan gyűltünk össze körülötte, és szívünket kitártuk melege és fénye felé. Minden sötétebb lett az éjszaka körülöttünk, annál fényesebben, igazabban és csodásabban ragyogott Isten igéje. Ott a fogságban, a nyomorúság sötétségében ragyogott, világított, és még meleget is adott Isten igéje, írja tehát Corrie ten Boom. Mit jelent számodra a Biblia? Kedves hallgatom, kedves nézőm, kedves testvérem, mert erre sokféle válasz adható, de jó, csak egy. Hogy talán ez a non plus ultrája, a ne továbbja, a mindene, a legnagyobb értéke az életemnek.
Amikor egy sportórán a gyermekek elmentek az uszodába, és mély vízbe kellett ugrani, az egyik kisgyermek nagyon félt. És igazából megvallotta, hogy ha ma reggel nem felejtettük volna el olvasni a Bibliát, most nem félnék. De aznap elfelejtették Bibliát olvasni, és ezért félt. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a mély vízbe ugrásnál igaz és érvényes, a félelem vagy nem félelem voltam, hanem az élet minden területén. Olvasd hát a Bibliát. Őszinte szívvel, éhező, szomjazó lélekkel, és érezd meg, mennyi bátorságot, mennyi erőt, mennyi fényt, mennyi tüzet és meleget tud adni az életedbe. Hogyan tud megváltoztatni úgy, hogy Krisztus ábrázolódjon ki te rajtad is, kedves nézőm, hallgatom és testvérem. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mielőtt imádsággal zárnánk Isten tiszteletünket, még egy történetet hadd mondjak el arról az Alexander Duff nevű 24 éves misszionáriusról, aki alaposan megrakodva, mint egy 800 könyvvel, ládákba zárt könyvekkel készült Indiába, hogy a misszionáriusi hivatásának ott éljen, és ott ismertesse meg az embereket Isten igéjével. A hajó sajnos már közeledve a parthoz, de zátonyra futott, ketté tört, és minden odaveszett. Minden érték, minden, ami benne volt, a drága könyvei is a tengerbe vesztek. Alexander Duff és az utasok némelyike kikeszmergett egy közeli partra, hiszen már közel volt a part, és ott szárítkoztak, és Alexander magában nagyon szomorkodott, hogy oda lett minden tudása, tudománya, ismerete, könyvei, hogyan fog ő itt missziót indítani. Nem sokkal később, pár órával később a tenger, a dagály kivetette a partra azt a ládát, amiben már csak egyetlen könyv volt, egy vízhatlan csomagolású, vagy vízhatlan módon becsomagolt Biblia. Ez az egyetlen könyv volt, ezután minden olvasmánya a misszionáriusnak. Ebből a könyvből kezdte tanítani azokat a gyermekeket, akiket aztán majd megismert, és akik megismerték őt. Ebből a könyvből, a Bibliából tanultak meg, tehát írni, olvasni, gondolkodni, viselkedni, és krisztusi módon élni. Elég volt a Biblia ahhoz, hogy Indiában beinduljon a keresztény gondolkodás, a keresztény mozgalom, és így mondhatni, hogy ott ma is sokkal több keresztény van, tekintve a hatalmas lakossági számot, mint némely európai országban. Egyetlen Biblia elég volt ahhoz, hogy százak és ezrek megismerjék az igazságot. Adjuk most hálát azért az egy Bibliáért, amely valamikor a kezünkbe került, és amelyből mi is megismerhettük az egyetlen igazságot. Ez a történet, amit hallottunk most, Uram, legyen számunkra is igazából nagyon fontossá. A Biblia legyen az a könyv, az az írás, az a szöveg, amely egyedül üdvösségre vezet bennünket, amely egyedül képes meg
értetni velünk azt, ami érthetetlen ebben a világban, bölcsé tenni még az együgyűt is, meggazdagítani lelkében a szegényt, megvigasztalni az elszomorodottat, és meggazdagítani azt, aki mindenét elveszített. Uram, képes a Biblia arra, hogy mindezt a csodát véghez vigye, mint hogy meg is tette ezt annyi sok ember életében. Attól, hogy akik hallgattok ma a te ígédet, annak csodálatos méznél is édesebb voltát, hadd élvezzük továbbra is a Biblia igazságainak olvasását, és hadd változzunk át mi is egészen Krisztus képére. Amen.